Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm mostani stúdió vendégemet, Solymosi Tari Emőkét, a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola tanárát, aki nemrégiben Szabolcsi Bence díjat kapott. Mi ez a díj tulajdonképpen, és mit jelent önnek? A Szabolcsi Bence díj az egy úgynevezett középdíj, egy nagyon rangos díj, amit a zenetörténészeknek adnak elsősorban, zenetudományi kutatásokért és zenei ismeretterjesztésért, ismeretterjesztő munkáért szokták megkapni. Egy szakmai bizottság ítéli oda, pontosabban ennek az a pontos rendje, hogy zenei szervezetek, különféle egyesületek felterjesztik a maguk javaslatát, és utána egy grémiumot hívnak össze, különböző szervezeteknek a képviselőit. Úgyhogy ez ezért nagyon nagy öröm igazából, mert itt szakemberek döntenek. Uh-huh, tehát ez nem egy politikai vagy egyéb jellegű díj, hanem itt az ember a szakmai munkájáért kapja. És ugyanaz interneten csak azt lehet látni, hogy az utóbbi évtizedben nagyjából kik kapták ezt a díjat, de hogyha azt átnézi az ember, akkor arra jut, hogy nálam fiatalabb korban csak egy kolléga kapta meg, úgyhogy ez ilyen szempontból is igazán megtisztelő volt, és nagyon örültem neki. Gratulálunk a díjhoz. Köszönöm. Milyen munka van mögötte? Igazából itt kerületünknek a diákjai ismernek zenetanári munkád révén, persze tanítasz máshol is, ha jól tudom. Mi az a munka, ami egy ilyen díjhoz, illetve ez a díjhoz hozzájárult? Én azt gondolom, hogy én mind a két területemért kaptam ezt a díjat, tehát ugye egyrészt én zenetörténész vagyok, aki kutatásokat végez, de ugyanakkor számomra legalább olyan fontos a közönséggel való kapcsolattartás, a zenei ismeretterjesztés, tehát hogy mindaz, amit én tudok, most akár a szűkebb kutatási területemről legyen szó, akár általában a zenetörténeti tudásomról, hogy én azt tovább is adjam, méghozzá élvezetes formában adjam tovább. Hát akkor talán vegyük ezt az utóbbit először, hogy én ugye először is két helyen tanítok, itt a kerületben, ugye Zuglóban, a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolában már több mint másfél évtizede, ez egész hihetetlen nekem is kimondani, hogy ilyen régi darab vagyok ott, úgyhogy már volt néhány ezer növendékem. Nagyon nehéz lenne kiszámolni, mert különböző óraszámokban tanítottam az évek során, pont azért, mert egyrészt ugye bejött az, hogy a Zene Akadémia tanára is lehettem, ami egy óriási megtiszteltetés volt számomra, mert nekem a tanáraim közül talán azt mondhatnám az első számú idol, szóval az igazi példakép az egy zenetörténész, Földes Imre, és én mindig csodáltam az ő óráit, és mindig volt bennem egy olyan vágy, hogy egyszer én is azt csinálhassam, és úgy csinálhassam, amit és ahogyan azt ő csinálja, úgyhogy az valami egészen hihetetlenül nagy dolog volt, amikor Földes Imre egyszer csak arra kért telefonon, hogy menjek el hozzá a lakására, mert valami nagyon fontosat akar mondani. Mondtam, hogy hát végül is mondhatná a telefonban is, nem menjek el, és nagyon sürgősen. És akkor közölte, hogy hát ő nem sokára nyugdíjba megy, és az utódjáról kértek javaslatot, és megnézve a fiatalok munkáját úgy döntött, hogy azt szeretné, hogy én legyek az utóda. Úgyhogy én ezt nagyon büszkén vállalom, számomra ez egy nagyon szép feladat, és tulajdonképpen én nagyon hasonló szellemben gondolkodom. Nagyjából ugyanaz szerint, a koncepció szerint tanítok a Zeneakadémián, ahogy Földes Imre ezt tette. Egyébként ő még mindig tanít, tehát ilyen speciális kollégiumokat tart, tehát jelen van még az oktatásban. De alapvetően ez egy óriási ajándék az élettől, hogy az ember egy olyan munkakörben dolgozhat, ahol egy ilyen fantasztikusan elismert és nagyszerűen dolgozó előde volt. Én azt érzem, akárhányszor veled beszélgetek, hogy neked a munkád ez a szerelmed is egyben, olyan lelkesedéssel tudsz róla beszélni. Honnan jött egyáltalán, hogy te ezzel foglalkozzál? Mi indított el ezen a pályán? Hú, hát ez nehéz elmondani, mert velem nagy problémák voltak gyerekkoromban olyan értelemben, hogy én nagyon sok mindenben voltam tehetséges. Tehát azon túl, hogy kitűnő tanuló voltam, én megnyertem szinte az összes szavaló versenyt, de talán egy volt, amit nem én nyertem, csak mondjuk második lettem, de általában torony magasan megnyertem, meg néptánc versenyen nyertünk, meg országos ilyen éneklőrajok versenyen nyertünk Szentesen, de 14 éves koromban a matematika versenyt is
is könnyedén megnyertem, és nagyon szerettem a matematikát, nagyon jó érzékem volt ahhoz, és tulajdonképpen a mai napig nagyon vonz a számok világa, és ez a fajta racionalitás is jelen van az én gondolkodásomban, nem csak a művészetekkel való foglalkozás. Na, de nagyon jó zongorista is voltam, 9 éves koromtól rendszeresen tanultam, tehát azért mondom, hogy rendszeresen, tehát hogy iskolában, mert hát nyilván otthon volt zongora, ugye édesanyám, mindenki játszott a hangszerem, úgyhogy én ott már kötyögtem természetesen, meg a szüleim mesélték, hogy egész pici koromban rohangáltam föl alá a kertben, és énekeltem. Tehát volt egy ilyen zenei indítatás, és aztán ugye azért voltam problémás 14 éves koromban, mert mivel nagyon sok mindenből voltam jó, nagyon nehéz volt azt eldönteni, hogy akkor melyik irányba menjek tovább. És hát valószínűleg a zenetanárnőnek a hatása volt a legerősebb, mert még arra is emlékszem, hogy jó ideig én pszichológus akartam lenni, és az is megmaradt, ez a vonzalom is, és ennek én nagyon nagy hasznát veszem, tehát a rengeteg pszichológiai olvasmányomnak rendkívül nagy hasznát veszem a tanításban is, a koncertek vezetésében is, abban, hogy hogyan kommunikálok emberekkel, hogy hogyan próbálok nekik átadni abból a tudásból valamit, ami nekem megvan, mert azért ilyenkor mindig az a legfontosabb, hogy az ember a lélekre is hason, ne csak az agyra. Szóval az borzasztó, amikor egy tanár csak a balagyféltekének dolgozik, ugye, tehát az kell nekem, hogy akár egy koncert van, ahol én vagyok a műsorvezető, és aminek esetleg a programját én magam szerkesztettem, az a legjobb, mert akkor úgy komplexen tudok gondolkodni az egészben. Tehát akár mondom, tanítok, akár egy koncert van, nekem arra van szükségem, hogy már lehetőleg a közepén, de a végén mindenképpen csillogjanak a szemek. Tehát, hogy az egy élmény legyen, amit én adtam, és ez egy tanórán ugyanolyan fontos. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy tulajdonképpen ez a kettő, ez ugyanaz, csak mondjuk egy tanórán bent van egy 20 vagy 30 fős csoport, egy koncerten meg bent vannak 300-an, vagy nemrég vezettem olyat, ahol 1500-an voltak, de ott is szinte minden emberrel egyesével kell tudni kommunikálni. Úgyhogy aztán így jött ez, és én azt mindig is éreztem, hogy nekem a zongorázás az kevés. Tehát hiába tartottak tehetségesnek, meg hiába végeztem el aztán a főiskolát zongoraszakon, kitüntetéses diplomával. Én egyrészt éreztem azt, hogy én nem leszek egy Horowitz, vagy most bármelyik nagy zongoristát mondhatnám. Tehát ez csak akkor érdemes, hogyha az ember tudja magáról, hogy ő aztán a top, szóval a legszuperebb, mert rengeteg zongorista van a világon. De igazából nem is vonzott az, hogy én koncertzongorista legyek. A kamarázás igen, tehát az, hogy másokkal muzsikáljak együtt, és azt sokáig csináltuk is, négykezes, meg két zongorás produkciókat, még a diploma megszerzése után is elég sokáig csináltam. Mindig a zenetörténet egésze vonzott, tehát mindig az, hogy én összefüggéseket szeretnék látni, én a nagy egészet szeretném látni, én szeretném látni azt, hogy a zene milyen módon kapcsolódik a történelemhez, adott esetben a politikához, bizonyos filozófiai áramlatokhoz, más művészetekhez, stb. Tehát ez a nagy komplex rendszer, ez izgatott, és aztán ez teljesen természetes volt számomra, tehát én már már zongorista koromban a főiskolán azt tudtam, hogy én majd a zenetudományi szakra szeretnék menni, és akkor írtam egy 70 oldalas felvételi dolgozatot Debussy operájáról, a Pelléas és Mélisandre-ról, hát azzal ugye elég szépen fel is vettek, azt is aztán kitüntetéses diplomával végeztem el ezt az 5 éves zenetudományi szakot, és mivel én már akkor elég jól tudtam franciául, és ezt tudták is rólam a tanáraim, ők javasolták, hogy Lajta Lászlóval kellene foglalkoznom. Én bevallom őszintén, én nem nagyon ismertem Lajta László nevét, hát persze megemlítették a tanáraink, meg nagyon keveset tanítottak róla, de... Azt hiszem, sokan vannak így Magyarországon, hát persze. Ez természetes volt. És akkor ugyan volt, nagyszerű zenetudós volt akkor is, aki nagyon komolyan foglalkozott Lajta Lászlóval, és könyvet is írt róla, illetve többet is, Berlász Melinda, de mégis a zenetörténészek úgy gondolták, hogy ez egy olyan nagy kaliberű zeneszerző volt, egy olyan jelentős figurája a magyar zenetörténetnek, vagy az egész magyar kultúrtörténetnek, hogy hát ezzel több
embernek kellene foglalkozni, és fiatalnak is kellene foglalkozni. És akkor Berlász Melinda nagyon kedvesen maga mellé vett olyan értelemben is, hogy akkor nem sokára volt ugye egy centenáriumi Lajta kiállításot, segíthettem neki, tehát ez így elindult. És ami a legnagyobb dolog volt, hogy az egyik professzorom, Szőlősi András zeneszerző, aki sajnos már meghalt, de nagyon szerettük őt a Zeneakadémián, na ő is nagyon pártolta ezt, hogy én foglalkozzam Lajtával, és ő nagyon jól ismerte Lajta Lászlónak az özvegyét, Rózsi nénit, aki akkor már nagyon-nagyon idős volt, már 90-es éveiben járt, és elvitt hozzá, bemutatott neki, beajánlott neki, és a Lajta özvegy engem tényleg úgy fogadott, mint egy családtagot, és rengeteget beszélgettünk, és neki én észrevettem, hogy nagyon tetszik az a dolog, hogy én annyira fontosnak tartom, amit ő mond, hogy elkezdtem rögtön magnószalagra rögzíteni, tehát, hogy minden szava megmaradjon. És tulajdonképpen ez a könyvem a két világ közt, ami hát az eddigi Lajta munkáimból, mert azért már elég sok mindent csináltam, több műjegyzéket, több könyvem megjelent, de igazából erre vagyok a legbüszkébb. Szóval ennek a könyvnek, amiben 33 interjú alany beszél Lajta Lászlóról, és ezt tudományosan szerkesztettem meg, körülbelül 500 lábjegyzet van benne, tehát mindennek, amit mondtak, de utána néztem, hogy az tényleg akkor volt-e, az tényleg azzal az emberrel esett, meg stb. Tehát egy borzalmas kutató munka áll amögött, hogy ez ilyen formában meg tudott jelenni, de ennek a könyvnek ez volt a csírája, hogy én 88-tól, 88-89-ben ugye Rózsi nénivel olyan sokat beszélgettem, és aztán később a Lajta Lászlónak az unokahuga, dr. Lajta Ildikó, aki közgazdász egyébként, de nagyon aktív a Lajta emléke kápolásában, később ő is nagyon sok mindenben segítségemre volt, és a mai napig nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, és ő mindig bíztatott, és mindig igyekezett segíteni címekkel, kapcsolatokkal, és hát aztán ugye jöttek a külföldi kutatóutak, Párizsban elég sokszor voltam, de amikor Londonban jártam, akkor ott is kihasználtam a lehetőséget, és a Londonban Lajtával kapcsolatban őrzött emlékeknek is utána tudtam nézni. Úgyhogy hát ez így alakult, hogy végül is most már lassan, egész hihetetlen, de lassan 2,5 évtizede, mert ugye 88-ban volt ez a bizonyos megismerkedésem, és most 2012 van, tehát ez már 24 év, hogy számolom, tehát jó, nem mindig tudtam olyan intenzíven foglalkozni ezzel a témával, de azért bizony az utóbbi évtizedben nagyon keményen foglalkozom vele, és hát itt van 4 könyv. Akkor azt mondhatjuk, hogy ez eddig tulajdonképpen a pedagógusi munkád és a Lajta kutatásoknak az eredménye. Igen, én úgy gondolom, hogy azért aki ismeri az én munkásságomat, az tudja, hogy mind a kettő nagyon fontos számomra. Szóval egy csodálatos egyébként a kutatás, mert én azt sose felejtem el, amikor ezt a könyvet, ami a Nemzeti Zenedél történetét dolgozza fel, korábban nem létezett ilyen könyv. És amikor ezen dolgoztunk, egy kutatócsoport dolgozott rajta, tehát én nem egyedül voltam, én az utolsó 30 évet dolgoztam fel, de ez valami egészen részegítő, fantasztikus érzés volt, hogy a levéltárban ugye a kedvemért kibontottak olyan dobozokat, amiket előtte nem tudom, hány évtizedeken keresztül senki nem nézett meg, és már nem, hogy porosak voltak az iratok, hanem szinte ilyen földréteg volt rajtuk, úgyhogy arra is emlékszem, hogy 5 percenként kellett rohangálni, kezet mosni, mert az embernek egyszerűen már keze nem működött, annyira mocskos dolog ez tulajdonképpen ez a fizikailag, de ez egész fantasztikus volt, hogy olyan iratokat, olyan dokumentumok látni, amiket a keletkezésük óta valószínűleg senki nem látott. És ebből aztán ugye megszerkeszteni, hogy hogyan tudom azt a 30 évet bemutatni, ez már régebbi dolog, ez már 10 éve jelent meg körülbelül, de erre azért vagyok olyan nagyon büszke, vagy annyira, azért örülök annyira ennek a kötetnek, mert igazából én ezt a fajta kutatást, hogy egy olyan területet feldolgozni, amivel senki nem foglalkozott korábban, és tényleg az eredeti anyagokból kell dolgozni, szóval ennek az ízére itt éreztem rá. És aztán ez akkor is persze én azért kaptam azt a 30 évet, amit kaptam, ugye 1919-től 49-ig, mert Lajta László pont ebben a 30 évben volt a Nemzeti Zenede tanára. Tehát itt gyönyörűen összejött nekem az, hogy miközben egy intézménynek a történetével tudtam behatóan foglalkozni, természetesen sokkal alaposabban láttam közben Lajta László életútját is, hiszen ez a kettő szorosan összefüggött. És hát azóta, hát persze ezek a legjobb dolgok most is, például Fábián László, aki
Lajta Lászlónak munkatársa volt, egy nagyon kitűnő zenetörténész is volt, amellett, hogy ugye ő igazából jogásznak indult, és az ő hagyatéka is a 70-es évek óta az Országos Széchenyi Könyvtárban van, és senki nem kapott korábban engedélyt arra, hogy ezt kutathassa. Én voltam az első, aki ezt megkaptam. Tehát ezek varázslatos dolgok, hogy hozzák ezeket a nagy dobozokat, és akkor ott olyan adatok derülnek ki, amiket más ugye előttem nem ismerhetett meg, illetve hát amik feledésbe mentek az elmúlt évtizedekben. Szóval azt akartam csak mondani, ez egy nagy körmondat volt, hogy csodálatos dolog a kutatás, de az legalább olyan csodálatos, és anélkül én fél embernek érezném magam, hogyha nem lehetnék a közönség előtt. Tehát én azt nem bírnám ki, hogy ne tanítsak, hogy ne legyen közvetlen kapcsolatom a diákokkal, és főleg ez rettenetesen hiányozna, ez a pastorál sorozat, amit szintén 15 éve csinálunk, Záborszky Kálmánnal itt Zuglóban, és ott legalább 60 ezer nézőnk volt, és kb. 170 előadásunk, tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy itt mi mindent meg lehet valósítani. Nagyon jó ott a technika, filmeket rendezhettem, ott táncok vannak, színészi produkciók az élő zene mellett. Tehát ezt én úgy látom, hogy nagyon szereti a közönség. Most volt éppen opera előadásunk, ott meséltem az operát. Szóval ez borzasztó fontos, hogy az embernek meglegyen ez a fajta kapcsolata is. Azt is akartam kérdezni, mert mondtad, hogy neked a szűknek érezted magát csak a zongorát, tehát a zenetörténet, ugyanak a zenetörténetből egy nagyon szűk részletet veszel. Ez lesz majd a legközelebbi beszélgetésünknek talán az apropója, mert azt hiszem, hogy még nagyon sok mindenről tudnál órákat beszélni, sajnos a műsorodunknak a végére értünk, úgyhogy csak röviden, utolsóként most mik mozgatnak, mik a következő terveid? Hát először is az idei pastorál sorozatból még az utolsó koncert, az hátra van, az ugye a Habatortán, amikor nem itt vagyunk a zeneházban, hanem kiköltözünk az állatkertbe, és most magyarországi román népzene lesz, népzene és néptánc, a Békés Bandával, már kialakult a műsor, biztos, hogy nagyon jó lesz, úgyhogy megint érdemes oda jönni. Ez lesz május 12-én, 13-án. Aztán hát már az ötödik könyvem is kilátásban van, ennek a bizonyos Fábián Lászlónak, akiről az előbb beszéltem, a hagyatékából szeretném közreadni azokat a munkákat, azokat a tanulmányokat, cikkeket, egyebeket, amelyek kifejezetten Lajta Lászlóval kapcsolatosak. Aztán megírtam a 400 oldalas doktori disszertációmat Lajta László színpadi műveiről, amely témával még soha a világon senki nem foglalkozott, tehát ezt csak azért mondom, hogy mindenki viccelődik most velem, de hát nekem senkiről nem volt alkalmam másolni, vagy plagizálni, ugye, tehát ami nem új benne, az azért nem új, mert én esetleg már valahol közöltem, de ugye ez egy teljesen új téma, hát ezzel is nagyon nagy öröm volt foglalkozni, ezt a disszertációt még meg kell védenem, le kell tennem a doktori szigorlataimat, tehát meglehetősen sok dolgom van. Természetesen folytatom a tanítást. Ami nagyon nagy öröm, hogy most a TIT, tehát a Szabad Egyetemen is tarthatok előadásokat. Ez Földes Imrének a nagy attrakciója már sok évtizede, de most úgy döntött, hogy abba is bekapcsol engem. Tehát gyakorlatilag felváltva tartjuk az előadásokat, és egy óriási általános zenetörténet kurzust indítottunk, amit legalább 5 évre tervezünk. Úgyhogy most még csak a barokkig jutottunk el, jövőre csak a barokról lesz szó. Szóval gyakorlatilag felsorolhatatlan, hogy mennyi feladatom van, és mindegyik gyönyörű feladat, mindegyiket nagyon szívesen csinálom, úgyhogy remélem lesz erőm hozzá továbbra is. Gratulálunk a díjhoz. Köszönöm. És akkor sok erőt, további töretlen lelkesedést és lendületet kívánok a munkádhoz. Nagyon szépen köszönöm.